Sziasztok, fiúk, lányok! Nyomjuk tovább az AC Origins-t. És annak ellenére, hogy az előző rész végén azt mondtam, hogy megyünk és folytatjuk a felfedezéseket, most egy küldetést fogunk megcsinálni, ugyanis én eljöttem ide, és itt beszéltem egy sráccal, egy ilyen, hát a nomáddal. Eljöttem ide nomádnak a bazáriához, és ő adott nekem egy olyan küldetést, hogy vissza kell szereznem ilyen lopott dolgokat. Redának a dolgait kell visszaszereznem, van rá 9 órám, hogy ezt megcsináljam. Úgyhogy ezt meg fogom csinálni most, illetve itt a boltban áru gyémánt kristályt. Ja, de hogy 3000-ért darabját? Én azt hiszem, hogy 20-at adja 3000-ért. Jaj, túl nagy luxus lett volna, mi? Mennyi kell a Hidden Blade-hez? 4 darab. Az 12 000. Ennek annyira azért nem örülök. Többet nem is tudok venni, mindegy, fejlesszük a Hidden Blade-et. A következő szinthez mi kell? 10 darab ilyen kristály. Jó, na, szóval a küldetésünk. Ugye vissza kell szereznem az ellopott dolgokat. Az pedig itt van. Úgyhogy innen fogunk menni. Azt mondta a srác, hogy jól meg vagyok fizetve, vagy jól meg leszek fizetve. Meglátjuk, hogy mit fogunk tőle kapni. Úgyhogy menjünk. Jó, elköltöttem egyébként 12 000-et, az másra is jó lett volna. Na mindegy. És egyébként érdekes, hogy ez a küldetés, ez valami oknál fogva, de nincsen lefordítva. Úgyhogy ez... Fogalmam sincs, hogy miért nincs lefordítva, hogy nem tartalmazza a nyelvi, vagy a magyar fordítás. Oda kell mennünk, elég gyorsan megtaláltuk. Mondjuk itt már voltunk korábban. Szóval itt vannak ezek a lopott cuccok, szerezzük vissza. Banditák vagy valakik esetleg? Ó, hogy ne? Vannak. Nem láttál semmit, nem hallottál semmit. Ide szépen felszaladunk, meg oda is. És ennyi volt. Redával kell beszélnünk. Hát ez könnyen ment. Ő hol van? Ő ott van, és ráadásul oda nem is nagyon van gyors utazásunk, ha csak nem innen. Jó. Hát ez elég könnyen ment, tök gyorsan vissza lehetett szerezni ezeket az ellopott dolgokat. Kíváncsi vagyok, hogy mit fogok tőle kapni. Beszélj Redával. Remélem, hogy tényleg valami speckó dolgokat kapok, mondjuk fegyvert, kardot, stb. Stb. Vagy egy valak pénzt, mert most költöttem el. Ennyi volt. És te mit árulsz? Mit kaptam tőled? Tehát te mit árulsz? Te is árulsz ilyen kristályokat, jó? És ha most megint beszélek veled? Nem tudok beszélni veled.
Ez nomádba zárja. Akkor előbb Redával beszéltünk. A jó ég tudja, hogy kivel beszéltünk. Én azt hittem, hogy ő, ez ké, aki itt van, meg aki amott van, hogy az két különböző kereskedő, de nem, ez Reda. És ez ilyen nomád kereskedés, ami itt van. Jó. Majd csak összeáll a kép. Na, akkor menjünk oda. Beszélj az őrülttel. Van a közelben egy küldetésünk. Igen. Azt hol? Démonok a sivatagban. Jaj, tudom. Beszélj az őrülttel. Az valahol kint sétálga tényleg a sivatagban egy balancsávú. Valahol itt volt kinte. Jó, hát akkor most viszont megyünk tovább a felfedezésben. Itt egy hiéna. Hiéna odú. Na, melyiket kell megölnöm? Ott van bent. Jaj, de jó lesz. Jaj, ők annyira lent vannak. Hát ez remek. Jaj, rossz gomb. Akart annyira elmenekülni. Most meneküljél, köcsök. Jó, az megvan, mehetünk akkor oda. Puha bőr. Az mi lesz vajon? Tudok valamit fejleszteni meg. Távolsági sebzésünket növeltük most. Az sose baj. Gyerünk, paci. Hát ez ennyi volt. Jó, következő kérdője lesz. Ez sárga lesz? Ez szerintem ilyen csillagászati dolog lesz, ilyen kőkör. Nem tudom, hogy egyébként még abból mennyi lehet. De hogyha megtaláljuk az összeset, akkor visszamegyünk a Sphinx alá. És megnézzük, hogy ott mit találunk. Jó, de jó néz ki ez a játék, még mindig azt a ratt életbe. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy az Odyssey meg a Valhalla. Itt egy elefánt van. Tudod, mit bemegyünk, megnézzük azt az elefántot. Hogyha 40-es az elefánt...
Komolyan. Nézzük, a fáni hogy bírja a tüzet. Kellene nekem is nyilvessző. Tüzet egyébként nem nagyon. Na nézzük, és ezt hogy bírod? Lövöldözzél már! De jó, még mérget is szórtok, de jó. Figyelni kell egyébként, hogy mikor, hova lövök, mert páncélozott az elefántnak a homloka. Hát ez most sokkal hozhatóbb, mint legutóbb, amikor a másik elefántnál voltam bent. Persze, hogy most fogy ki. Ó, már nincs sok élete. Akkor kéne szétlőni az elefántot, amikor ilyet csinál. Látom, egyébként ott vannak pont mögötte a vesszők, amiket fel tudnék venni. Aha, de közben szedem fel őket. És az egyik se találta el. Azt a rohadt. Na mi van, mi? Vesszőt kérek, kösz. Na, fáni, úgy. Meghalt. Kaptunk egy skint. Hát ez ennyi volt. Hogy megyünk ki innen? Kinek talált, hogy megtámadsz-e magadnál vagy? Ha? Rohadt keselyű.
Öj, elefántot, pipa. Kaptunk egy képességet. Ezt kéne még egyébként tovább lőni. De olyan túl sok XP-t nem kaptam érte. Jó, viszont akkor, hogyha ezt az elefántot el tudtam intézni, akkor el tudom intézni ezt is, ami itt van. Nem tudom, mennyi elefánt lesz amúgy a játékban, amit le kell verni. Controller disconnect. Nagyon jó. Most visszacsatlakozok. Most... Mi van? Döntsd már rá, hogy most disconnect vagy connect. Mi nem elérhető? Ideig miért nem tudtál elvezetni? Na! Töltsük fel a cuccainkat. Azt hagyd szóljon. Heggit. Ott. Szedd fel. Fél HP. Azt is szedd fel. Még 10 vesszük. Füst. Na, a fejét lőd már. Sokra nem mész. Jó? Na, megint a füst. Fel. Azaz, még vesző, adjad. Kicsit vad. Püst. Fogyott először remek. Szereznünk kéne valahonnan nagyon gyorsan. Ó, ez az. 20 darab. Ah.
füst. Már nincs ok. Sebezzünk nagyobbat a íjakkal. Nem tudom egyébként mennyi elefánt van a játékban, eddig kettőt találtam. És ez nem adott semmit. Ez a sámárú, ez nekem nem tetszik. Azon kívül adott képességet, hurra. Sokra megyek vele, mindegy, a fáni megvan. Szabek próbálja. Azt nem tudom, hogy meg akarom-e csinálni egyelőre. Ez a zöld, ez mi? Istenek ajándék, a mellékküldetés. Nézzük meg! De ez itt nincs is küldetés listában benne, az érdekes amúgy. Wow. Azt elütöttem. Nézzük. By all the gods, have they sent a message from the sky? It's as if Ra has descended upon us. Oda mi csapódott be? Ó, most jött egy Super Saiyan, biztos. Az mi? The fireball has revealed an entrance to this tomb. This is a sign from the gods. Ez egy hullócsillag volt. Viszont így ide be tudunk jönni. Could this be referring to a sundial? I wonder. This number seems important. 15. This number seems important. Akartam, hanem így. De hova? This must be the sundial that was depicted in the tomb. Aha. Nem vágom. Hmm.
Oh. Na. Na. Megnézem, hogy hogy álltak bent a mutatók, vagy hogy állt bent a mutató. És kipróbálok valamit, aztán vagy bejön, vagy nem. Tehát... ha félkört nézzük, akkor a baloldali első, harmadik, ötödik. Első, harmadik, ötödik. Hogyha innen nézzük. Akkor balra első. Remélem föntről tudok ijeszkodni. Akkor az első. A harmadik. És az ötödik. Ez nem nyert. Azt hittem, hogy ezeket be kell gyújtani. Ha innen nézzük. Ki alszik? De mi a szart kell csinálni? Ha nem begyújtani. Széttörni. Nem. Majd becsapódott földbe. Meg szeretné találni. Ja, egy hiéna, jó. Nem vágom. Süt a nap, igen. És azoknak kell, hogy árnyékot vessenek. Egy, három, öt. Biztos, hogy nem éjszaka kéne megcsinálni egy napórás feladványt. Oh, hello.
is reacting. Első. Ennyi. Light shining up to the gods. By Ra. What have I done? Nem tudom, hogy mit tettünk, de mindjárt kiderül. I should check the tomb. Gondolom kinyílt az ajtó. Oh, you doorkeepers who guard your portals, who swallow souls and who gulp down the corpses of the dead. Azt te ki vagy? És honnan vagy? Hogy mi? Mint valami Final Fantasy szökevény. Az ott egy kard. Meg egy pajzs. Kaptunk egy struccot. Hogy mi van? Ez nekem nagyon fura. Ez mit csinál ez a kard amúgy, hogy így világít? Föl kéne avatni. Ez... nagyon fura. Ez nagyon fura. A kard is ahogy viselkedik. Ez így. Tiszta magic. Látom.
pénz. Nem sok, de legalább kevés, ahogy szoktam mondani. Azot, hogy látom, beomlott, arra nem megyünk. Ezt begyújtjuk, hogy tudjam, hogy merre jártam. Meg merről jöttem. Meg amúgy is ne legyen korom sötét bent. Igen, ott látom, hogy majd le lehet esni. Meg itt is. Bukkantsunk le. Ne törd fel a pecsétet, vagy az idő homokja felemész téged. Az idő homokja. Sands of Time. Prince of Persia. Ezt is gyújtsuk már, mert ne legyen már itt ilyen sötét. Valami határozottan történt, de fogalmam sincs, hogy mi. És ide is ugyanaz van írva, hogy ne törjük fel a pecsétet. Hogy az idő homokja ellep. Na, legalább fel tudom avatni a kardot. Ez volt a heavy charge-olva. Innen csak be tudrak ugrani, igen. Szóval be tudok ugrani a vízbe, ahol az előbb voltam. Mármint, hogy lent. Krokodilokhoz. Felfelé semmi nincsen. Mennyire mély ez a lyuk amúgy? Oh, hello! Sarlókard. Meg nem tudom, mi volt a másik anyag, amit találtunk. Hát ez megvan. Ancient writing.
From the old kingdom. Nagyon jó. Valahogy biztos vagyok benne, hogy ki lehet innen jutni. Így. Kezdnek furcsa dolgok történni ebben a játékban. Jó, az ott akkor kész. De hogy ez az Istenek ajándék, hogy mi az Isten haragja volt, már mint érted, tehát így fura. Kaptunk egy ilyen fura kardot, meg egy fura pajzsot. Miért nem elérhető az útkat? Ja, mert valóban kintre megyünk. Hát ez fura volt. Most így engem ez a játék, ez sikeresen lesokkott. Így jött a zűrből, fentről az égből valami futurisztikus Final Fantasy szökevény, aztán ilyen amilyen csodafegyvert meg pajzsot hagyott ott nekem. Érted, nem szólt semmit, hogy ki ő, mi ő, micsoda ő, csak jött, azt így, az meg lebeg. Érdekes, na mindegy, most megcsináljuk ott azt a kérdőlet, aztán ott a sárgát is. Na most már elúszok odáig, már ne haragudjatok, de... Ha eddig nem szedett fel egyik hajós se. Most ezt a 60 métert leúszom. Nem is ezt akartam nyomni, hanem ezt. Érdekes egy fegyver ez amúgy. Istenek ajándéka. Az megvan egyébként, hogy az AC játékok azok soha nem a izéről szóltak, hogy hú de történelem hűek, meg itt vannak furcsa dolgok, meg ugye
az Animus, hogy a jelenkorban, ugye a modern korban élik át az Animusban, ugye valamelyik ősüknek az emlékeit, meg mi egymás. De ez akkor is nagyon fura volt. Hát ez olyan, mintha a jövőből küldtek volna nekem egy fegyvert. Tehát emlékeket átélni az egy dolog. Meg ugye ott volt ugye az Éden almája. Kevés volt az élet, azt elkezdett menekülni a köcsök. Leopárdod. De jó lenne, ha el is találnád. Nagyon jó ez a kard. Na, leopárdodul, az fönn van a hegy tetején, még majd mindjárt ezért az araszlánok Szimbát föltartja, nem a majom tartotta fel Szimbát. Mekkora easter egg lenne már egyébként, fölmennék és egy bébi oroszlánt, egy majom tartana a szikla szélén. Ők az nem Egyiptomban volt, hanem Afrikában, de a homokfette környezet az adott hozzá. Szerintem nem fogom sokáig használni ezt a kardot. Veszem már fel. Banyek! Na. Ugye az alapsebzése ilyen 200. Hát ezzel nagyobbat sebzek. 37-es szinten. Kérem vissza. Meg ennek már a moveset annyira megszerettem, megszoktam. És akkor én még azt hittem, hogy ilyen kőkör lesz majd, és akkor csillagászati dolgokkal fogunk ott foglalkozni, aztán nagy fenéket napóra, valami futurisztikus piramis sír, valami Final Fantasy szökevénnyel, aztán jött valami kardszárnyú, nem tudom milyen lény, azt elrepültek, hát, mi az anyám haragja volt ez? Kérdés, hogy ez most az alapjátéknak a része, vagy később került be ilyen DLC formájában, vagy mi az anyám csája. De ez fura volt. Fene gondolta volna, hogy így el fog rugaszkodni a valóságtól. Na, az ott egy kőkör. Azt már innen látom. Az egy kőkör. Mérleg. Na, ezt találjuk meg. Nem. Those are the scales.
called Consul. Az a sas volt. When we die, the goddess Ma'at weighs our hearts on them against her white feather. Az sem az. I remember this. Itt van-e? If our hearts appear csak... light, we won't be afraid of you. Ilyenkor kéne egyébként megnézni, hogy mennyi van még. Fú, az a ruha deveszett jól néz ki amúgy. Eddig ezt tetszik a legjobban. Meg a bajek alap, meg a kék, amit nagyon sokat hordtam. Ez is sárga kérdőjel. Gyere csak, ez biztos, hogy nem gyalog, szeretném megtenni. De látjátok, hogy csak megyek kérdőjeleket, meg ismeretlen helyszíneket akarok felfedezni, és ilyenekbe szaladok bele. Na ezért. Ezért veszem föl ezeket, és nem off-camera csinálom. Azt a kardot, meg pajzsot nem tudom hova tenni. Meg azt csak akitől kaptam. Ohoho, elefánt! Elefánt harc. Ott látom bent a fánit. Ott van bent. Ez egy elefánt harc. A három elefánt biztos van a játék. Micsoda? Te hülye vagy! Segít! Ajaj, beakadtam. Kéne még lőszer, ez a tíz az édes kevés. Aha, látom, hogy hol vannak. Kár, hogy én nagyon közel kell jönni hozzád. Hát ott csillog, miért nem tudom fölvenni.
Halljál már meg! Na végre! Minusz egy! Mennyim van be? 5 darab vesző, kevés. Jó, de oké, hogy ketten vannak, de fejenként fel annyi életük van az elefántoknak. Mint hogyha egyedül lennének. Hoppá! Szépen fölborította. Ne már! Pedig most nagyon durván kapta a fáni. Ott van. Ragadozói, kösz szépen. Könnyű íjat kellett volna adnod. Azért kaptam ezt a trófeát, mert megöltem az összes elefántot. A jó ég se tudja mi. Viszont nem ad annyi XP-t, amennyit úgy kéne. De egyébként ez a dupla elefánt volt eddig az elefántok közül a legkönnyebb. Azt hittem, hogy ketten vannak, majd jó nehéz lesz, meg majd szívok velük, aztán a nagy fenéket. Mondom, eddig három elefánt harccal találkoztam, a három közül ez volt a legkönnyebb. Viccen kívül. Valami hén autó lesz. Baszát. Kösz, hogy megnézhettem egyébként, hogy hol van a... boss. Ott van. Jó, akkor ez a helyszín kész. Gyere csak. Nem csak erre megvan a level 40. Mennyi halott katona volt, nem bírtak a hiének, én meg egyedül rendeztem őket. És meg itt is mennyien vannak, úristen. Mondjuk az nem tetszett, hogy a legkisebb kis karmolásuk is kiszakított egyébként a támadásból. Hát ebb van, meg egy homokvihar van.
Legalább a Senu még látott valamit. Must not get lost. I should be cautious around here. Meg ne gyújts! Jó, nem sikerült neki. Nem sikerült meggyújtania. Jó, el is ment a homokvihar. Vagy hát legalábbis olyas, mint hogyha menne el. Aha, ott a kapitány. Szép álmokat. Nektek meg jó utat. Jó. Ott is van valami, azt is megnézzük. Anyád. Ez a látkép, úristen. Nem tudom, mikor tudok majd betelni ennek a játéknak a látványával. Ez is már 6 éve kint van. Már 6 éves játék. Most veszem elő, mert eddig féltem tőle. És le se tudom tenni. Én már előre félek egyébként az Odyssey-től is, meg a Valhallától is. Cső. Hát ez remek, hogy kifogytad. Jó, akkor a klasszikus. Tessék. Oké, az a terület kész. Ott van még egy kérdőjel. Na, merre mész, ló? Aha, értem. Jobbra el. Eddig jó. Ja, csak csóró megmérgezte magát, aztán most ilyen gyökkettővel közlekedik. Meddig tart a mérgezésnek a hatása, mert ez így tényleg elég gépből. Paci, ne szenvedjél, gyógyulj ki belőle, aztán spuri. Na, ez az, erről van szó. Ja, egyébként van egy képességpontom. Ez mit csinál? Ja, de hát ez engem nem érdekel. Most különösebben kell. Az mondjuk jöhet. Három darab veszőm van. Azt is majd fejlesztenem kéne, hogy ne csak 30 vesző lehessen nálam. Hanem jóval több.
Mhm. Ez egy erőd lesz bizony. This place is heavily guarded. Hát, kár, hogy észrevettél. Na. Szóval, ezt csináljuk máshogy. Úgyhogy jön a madár, és megmondja nekem, hogy mi és hol van. Úgy. Tehát kettő kincs, egy. Egy, kettő, meg a kettő. Hát egy kapitány, egy parancsnok. Jó, megvan minden. Mi van? Mit láttál? Semmit nem láttál. Azt se látod, hogy én itt fölmászok. Ez komoly! De nagy mákod volt. Anyádba ugrálsz már felfelé. Mi vagy te, bolha? Ó, hello. El se tudtak jönni, szerencsétlenek. Na, kinyitjuk a ládákat. És utána megöljük az utolsó bosst. Mondjuk azért megérte. Nem nekem kell venni 3000 darab ilyet. Jó, és akkor még a parancsnok van. A parancsnokra ráugrok innen, amint kisétel. De hamar volt. Ez az. Na, akkor ő is megvan. Az elefánt is megvan. Na, arra a sárgára ott megint kíváncsi vagyok. Na, mi van, mi? Lehet jönni utána. Nya. De hogy kell, beszélsz hülyeséget, meg kell halnom, de hogy kell meghalnom. Már miért kéne? Csak abban bízom, hogy jó felé megyek. A légvonalban itt most nem tudok közlekedni, mert tiszta a szikla az egész. Itt balra viszont fel tudunk majd szambázni. Igen.
Hát ez remek. Ezt azért, mert útban voltatok. Szép. Az is. Hey, wait! Eat this! Szóval ez itt mi? Azon ki, hogy itt van rakat kesely. Vagy egy kibelezett állat. Cinikusok sírhelye. Tehát helyi feladat, keresd meg az ősi táblát, ami igazából találd meg, de a lényeget nem változtat, hogy meg kell keresni és találd. Ajaj! Hello. Ezeket gyűjteni kell, mert nem tudom, hogy mennyi olyan gép lesz még. Hát, akkor nem erre kell jönni. Meg erre sem, itt a bejárat, picsába. Itt az első veszélyes volt, de megérkeztünk, gondolom jó, meg is haltatok. Igen. Kifosszuk, jó. Egy pénz. Remek. Olyan volt, mintha valaki futott volna utánam. Meg is van. Ez csak ennyi, hogy csak futkosni kellett körbe-körbe. Ancient writing from the old kingdom. Jó, hát akkor ez megvan. És azon gondolkodom, van-e vajon valami rövidebb kijárat? Ami úgy egyből a felszínre visz, és nem kell visszafelé haladnom azon az úton, amin jöttem. Csak azért, mert eddig mindig volt. És most is. Jó. Következő kérdőjel. Megint van egy tapasztalati pontom. Az ősi tábla miatt. Na és ez itt fönt. Ne menjél bele a szalmába. Egyébként apróság, amikor így a szalmába beleugrunk és kimászunk belőle. Hiányérzetem van, hogy itt nem hullik a ruhánkról. Úgy, mint a régi részekben. Mondom, apróság, csak egy picikét így hozzátenne a játéknak a látványvilágához.
csomó gyümölcs, meg tudom én, mik vannak itt. Lepusztult előes. Hát az tény és való, hogy ez le volt pusztul elég szépen. Jó. Be kéne jönni ide középre. Itt egy teve. Nomád bazárja. Nézzük meg, hogy ott nála mi újság van. És akkor most a térképnek a középső szakaszán kellene végigmenni és felfedezni, vagy lemenni egész délre abba a nagy sivatagba, ahol semmi nincsen, csak kettő felderítetlen helyszín. Ráadásul sárga kérdőjellel. Aha. Ne szükségtelen szart adjunk el. Fegyverekkel, meg pajzsokkal, meg majd kitalálom, hogy mi legyen a későbbiek folyamán. Azt mondja, hogy... Hát igen, ott is olyan sárga kérdőjel. Jó, akkor előbb elmegyünk oda, innen. Jó, oda le tudok ugrani, mielőtt leugrok, és így kitöröm a nyakam. Na, ne csak lóg. Nem fogunk tudni felmenni, mert most látom. Mármint lóval, nem? Gyalog nyilván felmegyünk mindenhol. Leopárd adó lesz. Találd már el! Az hogy menekül a macsek? Ez a nyelvi csáját. Most eljövünk erre. Megnézzük, hogy ez a sárga kérdőjel mit rejt. Egyébként szinte biztos vagyok benne. Tehát szinte biztos vagyok benne. Hogyha megtalálom az összes kőkört, és megcsinálom a csillagképeket, hogy akkor a játék ki fogja adni nekem feladatba, hogy menjek és oldjam meg a
fejtörő részt. Már csak a fejvadászokból kiindul, hogy ott is az, hogy megöltem az összeset, és akkor kaptam egy mellékküldetést, ami tovább itt. Most ilyenkor mi van? És ez is egy halakkőkör. De szerintem itt is, hogyha ebből megtalálom az összeset, akkor kapok majd egy mellékküldetést, hogy menjél el a Sphinxbe, és derítsd fel az ottani titkot. Vagy valami ilyesmi. Azt hittem, hogy már meg is találtam. Papa, why do people die? We are not gods. Everything must die. It is what Amun has ordained for us. Will we be together in the afterlife? Be brave and strong. Fight for justice. Do not lie. Azért lesz még. Our art will decide if we are worthy to walk together in the field of reeds. Ja, nem, I'm sure you will, though. Your car is good. Kösz a segítséget, éljetek. Hát akkor itt van. Pisces, the two fish. Joined by the thread. Hogy lesz még. Négy vagy öt még biztos. Az XP az mint. Nem vitte túlzásba. Mert ez közelebb van. De pihenjünk már le, mert rohadt vízben nem lehet pihenni. Mert rohadtul irritál, hogy alig látok valamit. Na, mindjárt jobb. Na, innen kéne szereznem egy hajót, és beúszni. Ők szerintem odaadják. Én látom rajtuk, hogy ilyen odaadó katonák. Hát én mondtam, hogy odaadják. Na. Nincsen alarm. Na jó, nem bírjátok a füstöt, mi? Na, ennyik vagytok. Néda, néda, már jön is. Kösz. Na. Megyünk oda. Terhesek, de siet? Miről beszélsz? Tökre úgy hangzott, mint ezt mondta volna. Terhesek, de siet.
Azok a vízilagok nagyon furán viselkednek. Várjál, el fogják süllyeszteni a hajómat. Sok sikert, bátyja. Szia! Kösz a fuvart! Nincs hely! Hey, what? Nincsen, hey, what? Na, kérem vissza a veszőimet. Kukudilok. Az egyik már nem él. Ja, de él. Csak azért, mert ott loot volt mellett, azt hiszem, hogy már nem él. Na nézzük, hogy itt mivel állunk szemben. Igen, kapitány van valahol. Ott. Jó. Ez mit csinál? Itt egy megcsócsált ember. Búcsúlevél. Hitvány fiat. Ez, hogy a hitvány fiad. Jaj, ez jó volt. No. Ez is megvan. Mit hely? Menjél már ki! Ott nem tudsz kimenni? Ezek szerint nem. Mi van? A tiéd volt? Nem tudtam, ne haragudj, majd visszahozod. Hogy mi van? Hogy a hajón van, nem is itt fönt. Így de fog fájni ez. Jó. Az pipa. Oda kéne kievezni. Van-e mivel? Úgy látom, hogy nincs. Szomorú. De van. Ne borítsd. Akkor mindig azt hiszem, hogy belekap úgy a szél a vitorlába, hogy felborul a hajó. Az közben meg nem.
Na, ezt máskor még nem tudod megcsinálni ilyen szépen. Az igen. Ezt a balistát felejtsd már el nagyon gyorsan. Te honnan lősz? Onnan? Idáig? Te hülye vagy. A hajóra ugorjál, Léci. Jó. Következő kérdője. Egy. Kemény bőr. Mindjárt megvan a 40-es szint. Ami azt jelenti, hogy akkor elmegyünk a Kovácshoz, és fejlesztünk a kardomon. Bár mondjuk szerintem simán lehet menni 40 fölé is, csak ugye az egy ilyen határ. Az alapjátékban ugye a 40-es szint az, ami ugye a plafon. Vagy addig úgymond korlátozva vagy, hogy hova mész, milyen küldetést indítasz el, stb. Stb. És 40 fölött meg már azt csinálsz, amit akarsz. Szerintem. Kösz! Szenu nem elérhető, nem, mert éppen támadásban vagyok a rohadt állatok miatt. És három kincset kéne itt megtalálnom, és egyet tudtam bemérni. Megvan még egy, és ott a harmadik is. Ja, rohadt víziló, hát azokat utálom. Volna még kíváncsi, hogy így a víz alatt így víz alól mekkora másszál ki. Hülye vízoló. De víz alól akartam így jászkodni. Mondom, kíváncsi vagyok, még hogyha kevesebbet is sebzek, hogy ez lehetséges-e, de nem. Bajek nem veszi elő az ilyet a víz alatt. Így lehetett, végig lehetett volna nézni egy slow-mo-ba, hogy így mennek a vízbe a nyilak. Ilyen kemény lett volna. De nem. Ilyen nincs. Kardozni lehet. Azt annyi. Á, embertelen nagy az a játék, mert arra leszek kíváncsi, hogy mennyi idő lesz végigvinni így első alkalommal, úgyhogy mindent is megcsinálok benne. This area is off limits. De jó, még majd onnan is fogtok támadni? Ez jó lesz. Öld meg a kapitányt, jó. Csak most ne... Na mi van? Azt mondtad, hogy halál neked? Hát illetve hát...
kicsit magyarosan halál rád. De komolyan. Ugyan már kérlek. Szobek tengere marul, igen. És itt meg kincseket kell keresni. Sima. Azt hittem átmegy a másikhoz. De hol vagy? Itt a tökön lőttem csórót. Elaludt. Nagyon jó ez az altatós pajzs. Jó, itt is van valami sárga cucc. De előbb menjünk el ide. Ha jó, van valahol a közelben, vagy úsznom kell. Majd ők felszednek. Na, végre, hogy észrevettél, hogy itt úszok. Na, kösz. Nyugodjál meg, nem ellopom, csak kölcsön veszem. Visszakapod. Nyugodtság van. Jó célt szolgál, hidd el nekem. Banyek vagyok. No. Na látod? Mondtam én. Csak kölcsön veszem. Hol rohadjál reggelre? Ja? Ha! Most komoly. Te engedted ki a felkelőket, te bolond. Uha. A level 40. Acsi nincs erre? Trófea? Nem? Komolyan a 40-es szintre nincsen trófea. Már csak abból kiindul, hogy tényleg az a 40-es szint olyan limitnek tűnik, hogy a legmagasabb szintű terület is, meg ellenfél is eddig 40 volt. Tehát, mintha elértem volna a max szintet. Na, hol van ez a rohadt kincs? Hogy találom meg? Hoppa. Na.
Bye. Oda menjél fel. Jó. És akkor most van az, hogy keresünk egy kovácsot. De miért? Vagy de miért? Best price for you, friend. Fair enough. Jó. Aztán felszerelés. Pajzs. Van itt nekem egy ilyenem. Jó. Van egy hátasom egyébként, valami ilyen... Ennek a rejtélyes teremtménynek a sebességét egyszer versenyhez használt. Remélem, hogy... I'm a legend. Ja, hogy csak legendás cuccaim vannak. Erre kaptam most trófeját. Jó, örülök neki. Na, fejlesszük fel a fegyverünket. A végső penge. Nem tudom, mit olyan végső. Ezt. 37-ről felhúzzuk. 40-re. Aztán a dupla bökőmet is föl kéne fejleszteni, de azt egyelőre nem látom, hogy hol van. Ja itt, az is 5900-ba kerül. Aha. Azt annyira nem is szoktam használni. Mindegy, akkor a maradékot eladjuk. Nem kell, nem kell, nem kell, nem kell. Marad. Azért legendásokat azért megtartom. Oké, hogy sokba kerülnek. Na mondjuk ez nekem nem kell. Mondjuk nem néz ki rosszul. Tű! Ezt hordom most. Azt is föl kéne fejleszteni. Az egész játék során csak a kardokat ragadozó, nem érdekel. Pajzsok. Oda néző, már 10 000 fölött vagyunk. Na, és akkor fejlesztés könnyűi. Ez a vadászi könnyűi, tessék, 38-ról felmegy 40-re. Ez egyes szintű. Távolsági találat sokszorozó. Életerő találatkor. Találatkor adjon életerőt. Jó. Ez sem lenne rossz egyébként. Na mindegy. Tehát most akkor elvileg 40-es a kardom, a pajzsom, az íjam, a másik az egyelőre még nem. Meg a dupla kardok sem. De azokat nagyon ritkán szoktam használni. Jó. Na, akkor valahol én itt láttam egy sárga kérdőjelet még hozzá itt. Úgyhogy eljövünk ide. Innen fogunk menni dél felé. Innen leugorhatok le? Jó. Na, elvileg ez egy nagyon gyors állat. Aha.
Milyen tollas madár ez, hogy négy lába van? Miféle szerzet ez? Na nézzük. Hát nem vagyok elájulva tőle, én azt hittem, hogy így a leírás alapján, hogy ez tényleg egy nagyon gyors madár lesz, vagy állat. Hát ez ilyen, nem tudom, ilyen madár meg tevének a közös gyermeke. Fura. Ó, már látom, mi van itt. Nem, nem. Ezekre az oszlopokra azt hittem, hogy kőkör lesz. Őt kéne elkapnom. Megtörtént. Jó, akkor elindulunk arra. Gyere csak, paci! Vagy nem tudom mi vagy. Teve, teve madár, madár, teve. Valami. Fura egy állat. Nem tudom mi lehet ez. Leírásában nem írja. Kve! Ennek a rejtélyes teremménynek. Hát, rejtélyes teremmény. Hát tényleg az, mert oda teve meg madár. Tehát így a testalkata, meg hogy a patái, meg minden, tehát így teve. De csőre van, meg tollai, meg szőrös. Jó van, hát na, fajtalankodtak egy picikét, szó szerint. Anyát picsáját. Inkább azt mondnak, hogy hol van a kincsem. Megvan, kösz. Pipa. Hajó kell nekem. És a hajóval elmegyünk oda. Bár mondjuk, de vagyis a parton végig megyünk ezzel a teves trucca, struc tevével. Tök nem tudja mi ez. Páva. Sas. Főnix teve. Tök mindegy. Fura állat tényleg. Kinek a fejéből? Jó, nem kérdezem, akinek a fejéből pattant ki ez az ötlet, ez az állat, mert... Ó, kőkör. Mert szerintem biztos, hogy így a egyiptomi mitológiában létezett ilyen. Ez egy mö. Vagy dupla v, attól függ, hogy nézzük. Sajnos egy sem. Hey, I hope you give your mother and I many grandchildren. I'll have to find a wife then. You are young, my son. There's no reason to rush. I won't rush. But what if I already know? You need to learn how to be a magi first. Oh, Tawaret. The hippopotamus will walk.
Who's he low? Azokra a kövekre azt hittem, hogy mind vízülök. Amik így a vízben vannak. Csak ez ahogy kinéz még mindig. De nem tudok betelni ezzel a látvánnyal. Egyébként a további felszerelés fejlesztésekhez mik kellenek? Ja, értem. Tehát mindenből van mindenem, épp csak abból a hülye kavicsból nincs. Hidegen, hogy az az elefánt már nem él. Ezeket kéne még itt elfoglalni. Ó, kérdőjel, sárga. Tehát arra. Ha! Innen látom, hogy ez megint izé... kőkör. Nem akarok beugrani a vízbe. Húha, az egy kicsit összetettebb lesz. Papa, you know how you're Egyptian and mother is Greek. What if Egypt and Greece go to war? Greeks and Egyptians do not hate each other. We are all the same. Jó kéne forgatni. A priest in the temple school said Greeks were destroying Egypt. He was wrong to say that. There is good and bad in everyone. You are the child of both Egypt and Greece. You are pedig az lesz az. Hát a szélnek a süvítését is itt hallom. Great twins. To the Greeks. Na, mondtam én. Csak nem jól volt odaforgatva.
Azt nézem, hogy van-e még. De úgy látom, hogy már így nagyjából erre megvan minden. Jó, nyilván itt még majd lesznek. Jaj. De nyilván itt erre még vannak. De erre már úgy minden megvan. Az a sárga kérdőjel az majd. Jó. Fogynak. Kapitány, parancsnok kincs. Na nézzük. Egyik. Másik. Egy kincs. Valahol még kell lennie. Kétlem egyébként, hogy itt van mögöttem. És pedig de. Nem láttál semmit. Na, ki tudtam volna végezni ezt is. Melyik akart észrevenni? 40-41. Mi a tök? Na mi van? Nagyon jó. Tudjátok, mit jelent? Azt, hogy nem tudom a Hidden Blade-et fejleszteni. 30-ról mennyire növeli fel? 33-ra. Really? Harmincról 33-ra. Ezt a pofátlanságot. Nem láttál semmit. Itt vagyok mögötted, de ne is törődj semmivel. Jó, megvan minden. Akkor jöhetünk ide a következőre, az a hátam mögött. Merre kukucskálsz? Nem erre, és ez volt a vesztet.
Wait a minute. Inkább csodáljátok meg azt a fura állatot, szóval mondjátok meg, hogy mi. Mert én nem tudom. Watch each other's backs. Így. Ja, majd van minden, amire szükségem van. És az komoly. És hogyha elkezdesz menekülni. Ezeket tíjászkodni fogom amúgy. Mert hogyha oda megyek, elkezdem csapdosni őket, akkor kidodzsolnak mindent. Fütyülünk egy ilyen madárnak. Szenú megéhezett. De előbb látom, hogy lecsapott egy állatot. Na. Ez is valami ilyen rejtek hely lesz. Tessék, finisseltem. Remélem nem gyújtottál fel. Na, szóval. Ott a kapitány, ott a kincs. Jó, akkor le kell mennem ebbe a lyukba. Cső. Komoly megakadsz. Miért nem szaladtál le? De fel tudom hívni a... Nem.
addig, amíg itt vagyok fent, nem tudom hívni a hátast. Úgyhogy most megindulunk akkor lefele. Ez fájni fog, de nem érdekel. Ez fájni fog, de nem érdekel. Azt hittem, hogy jobban fog. Nyo. Arra szaladj. Szerintem ma már sok mindent nem fogunk csinálni. Na most kezd összeállni a fejemben a kép. Igen. Az ott mint. Mind az egy ládáért ide jöttem. Valahol majd csak meg lesz a bejárat. Is van. Jó, azt a kurva életbe. Jó. Nézzünk kérdőjeleket még, hogy... Aha. Ott is van, és ez szerintem egy ilyen rejtekhely lesz, mint egy piramis, és itt lesz ilyen ősi gépezet is bent. Azért van kettő sárga egymás mellett. Jó. Oké, de azt már most nem fogjuk megcsinálni, mert csak a következő alkalommal. Úgyhogy én innen most leugrok. Jó, eléugrottam, ez majdnem az életembe került. Kicsit melléugrottam. Jó, tehát akkor a következő alkalommal megindulunk ide. Ezt itt megcsináljuk mind a kettő kérdőjelet. Hogy nézzem, mi van erre. Feljövünk majd oda is. Megcsináljuk ezeket is, és itt szerintem itt is egy ilyen sír lesz, meg az ősi géppel, ami majd mesél nekünk a múltról, ami igazából itt még a jövő. Ez bármi legyen, majd megcsináljuk. Ez is. Ez kőkör lesz, ide látom. És akkor eljutunk majd ide föl, de előbb, tehát miután ezt megcsináltuk itt ezt a kettő kérdőjelet, eljövök, és megnézem, hogy itt ez mi. Méghozzá sajnos innen kell ezt megtennem, mert az a legközelebbi pont hozzá. Na jó, úgyhogy majd innen folyt köv. Terveket elmondtam a következő alkalomra. Pápá.